A létrás mérkőzés típus. Egyáltalán nem volt idegen számomra. Nyertem már tag team bajnoki címet létrás meccsen, és nyertem HCV bajnoki címet létrás mérkőzésen. Csak hogy ezeknél a meccseknél még elég volt leakasztani a címet. A táskás mérkőzésnél viszont csak akkor van győztes, ha a táskával a két lábad érinti a talajt. Ott volt a kezemben a táska, a kezemben fogtam, én akasztottam le. Megütöttem Szalait, a következő, amire emlékszem, hogy keltegetnek, mert Szalai behozott egy boxert. A táska pedig landolt természetesen Zafar Amin ölében. Zafar Amin, akinek csak megszületni volt nehéz. Zafar Amin, akinek valahogy mindig szerencséje van. És így lett háromszoros HCV bajnok. Jogos, de nem igazságos. Jogos, mert ő volt az első pankrátor, akinek a két lába érintette a talajt a táskával a kezében. De nem igazságos, mert nem nyerted meg ezt a mérkőzést. Soha nem kértem tőled semmit. De most kérem, most követelem ezt a mérkőzést. És ne várd meg, amíg kényszeríteni foglak. Nézzenek oda! Renegérnek kérése van a nagy úrhoz. Zafar, hát az elmúlt 12 év során soha nem kértem tőle semmit. Semmit! Tényleg? És szerinted miért van ez? Csak nem azért, mert a beosztásodból kifolyólag teljesen felesleges kérned. Soha nem kellett kérned, hogyha valamit akartál, elintézted. Megkaptad? Teljesen egyértelmű, de jól is van ez így. Ellenben nekem hányszor kellett kérnem? Nyilván sokszor. Hányszor kaptam visszavágót? Zafar! De hát, bocsánat. Zafar, a HCV-ben nem divat a visszavágó. És te mégis visszavágót kérsz. Tőlem kérsz, mielőtt kényszerítenél. Ugye tudod, hogy ez hatalommal való visszaélés? És az egész hattyú halál, amit ott a dojóval leművelt, itt teljesen szükségben, hiszen biztosra veszem, hogy már egy kis papírkára leírtad, hogy Zafar Amin kontra Renegér a táskáért. De tudod mit? Belemegyek a játékodba. Renegér, drága barátom, hihetetlenül nagyra értékelem azt a gesztust, amit felé mutatsz, és teljesen egyetértek, hiszen nekem is nagyon rosszul esett az, ahogy megszereztem azt a táskát. Sajnálom, hogy jókor voltam jó helyen. Sajnálom, hogy megláttam a lehetőséget a győzelemre. Sajnálom, hogy végül megszereztem a táskát. És azt is sajnálom, hogy Zoltán kiütött téged. Szeretnék egy ajánlatot tenni neked. Mi lenne, hogyha a vendettán Zafar Amin kontra Renegéd a táskáját? És a mérkőzés után legalább mindketten elmondhatjuk, hogy Renegéd kétszer megszerezte az esélyt a táskára, kétszer veszített. És végre látjuk, hogy mi a különbség egy kétszeres és egy háromszoros HCV bajnok között, hiszen a vendettán április 6-án Renegéd Durger Dávid, igazgató úr, nem fogsz győzni.